Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a halak jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ez egy általános orákel, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, mint például így február hónapra. A díjam 3500 forint, e-mailen keresztül ez megrendelhető. Ehhez a kirakáshoz szeretnék még valamit hozzáfűzni, amit a csillagok közölnek velem, tehát így az asztrológia által. Szaturnusz bolygó, az a sors bolygója, őrzi a kármikus témákat, gyakran tanít bennünket, de különösen a második élet szakaszban segít abban, hogy kialakuljon valami. Szaturnusz bolygó energiát küld a halak jegyére, és ez segít a halak jegyében születetteknél, hogy valami itt kiformálódjon. Az nem jelenti azt, hogy Szaturnusz bolygó a halak jegyében van, hanem Szaturnusz bolygó energiát küld. Ugyanúgy, mint Mars bolygó. Mars bolygó jelenti az életerőt, azt is, hova kellene befektetni ezt az erőt. Ez egy férfias energia, és utal gyakran a férfiakra, nőknél a lelki társra. Mars bolygó ugyan nem a halak jegyében van, ugyanúgy, mint Szaturnusz bolygó, de küld ide energiát, ami segít a halaknak. Február 1-én új hold van. Ez azt jelenti, légy visszahúzódó, meditálj valami felett, gondolkodj el azon, hogy tudnád elérni a céljaidat. Február 16-án teli hold van, ami megvilágít valamit. Mi vagy ki áll most a középpontban? Február 3-án Merkur bolygó megáll, kicsit megállnak az események, de utána előre halad, ez érezhető lesz nálad is, előre mennek az események. Február 4-én a nap és Szaturnusz bolygó együtt hat. A nap megvilágít valamit, Szaturnusz bolygónál lehetnek ugyan még korlátozások, de segít abban, hogy valami kialakuljon az élet úton, és a nap ezt megvilágítja. És most megtekintjük a kártyákat. Itt látható ez a torony. Ez utalhat korlátozásokra, vagy arra, hogy fogva érzed magadat, mint egy labirintusban, és keresel egy kiútat, keresel egy új lehetőséget. Itt szerencséd lesz, hiszen a gyermekek szimbolizálnak itt egy új kezdetre. És ez a virágcsokor utal a szerencsére, vagy egy kellemes meglepetésre, ez lehet egy ajándék is. És a medve jelenti itt akkor az élet erődet, és a medve alatt ez a lovas férfi azt közli, hogy itt lesz mozgás, előre mennek az események. Lehet, hogy lesznek itt ilyen mellékutak, de vannak kapcsolatok, és a hold az kihat az érzelmeidre, itt jól fogod érezni magad, hiszen jól alakulnak a dolgok, a jövőt ez az út mutatja, ahol itt kivirágzik valami. Február elején még itt lesznek csalódások, hiszen ez az ostor azt jelenti, hogy valaki ostoroz téged, és ez fájdalmakat idéz elő nálad. Mivel a halak a pénzügyi dolgokra utalnak, lehet az, hogy valaki megpróbál téged anyagilag kihasználni.
Szerencsére itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, hogy ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják ezt az ostort. Így ez a személy, aki meg akar bántani téged, eltávolodik tőled. De azért légy kicsit óvatos, mert a halak az anyagiakat jelentik, és az egerek ezt is el tudják távolítani. Itt lehet anyagi veszteség február elején. Amit a halak még jelentenek, a belső értékek. Mivel itt valaki megsért téged, akkor úgy gondolod, hogy nem kaptad meg azt az elismerést, ami végül is járna hozzád, és így ez csalódásokhoz vezet. De ez a helyzet, ez a kapcsolat el fog múlni, hiszen ezt az egerek eltávolítják. És itt folyamodnak az események, itt tisztázódik, rendeződik valami, erre utalnak itt ezek a virágok, a tisztaságra. És itt van mellette a nap, kiderül az igazság, meg lesz ez a kisugárzásod, megkapod az elismerést, és itt kinyílik ez a kapu, ezek a lehetőségek. Ez a hegy utal gondokra, problémákra, de itt ezt te elkerülöd, azon kívül az egerek el tudják ezt a hegyet is távolítani. Itt javul a helyzet, és ezt mutatja itt ez a csillagkép, ami szerencsét hoz. A csillagképek jelenthetnek egy spirituális területet is, itt van mellette a könyv, illetve a könyvek, ez jelentheti a tudást, vagy egy továbbképzést. Ez nem könnyű itt valamit kezdeni, hiszen itt még valami átláthatatlan, de ez elmúlik, hiszen, mint mondtam, az egerek eltávolítják ezt a hegyet. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ott van melletted ez a férfi, és ez jelentheti a lelki társadat. Ha egy férfi vagy, akkor ez a kép utal rád, és itt a fejed fölött ezek a kártyák jelentik a gondolatokat. Te gondolsz erre a hölgyre. Itt van ez a kapu, ami kinyílik előttetek, itt vannak a lehetőségek, és a hold jelenti az érzelmeket, a vágyakat, a reményeket, az álmokat, és megvan köztetek itt ez a lelki kapcsolat mély érzelmekkel. Itt látható a szív, tehát a szerelem, és a pecsét jelenti ezt a biztonságot, tehát ez a szerelem tuti, és ti összetartoztok. Akkor is, ha a szív mellett megjelenik ez a felhő, és jelenti azt, hogy még valami olyan átláthatatlannak tűnik, talán a zárkózottság miatt, mert ezek a könyvek jelenthetik a titkokat is, de ez elmúlik, hiszen a csillagkép megadja ezt a biztonságot, tehát ez a szerelem megvan írva a csillagokban. Itt a férfi mellett van ez az út, és ezek a követ jelentik még a nehézségeket. De itt lesz egy fordulat, hiszen ez a kártya utal a változásokra, és a négy levelű lóhere jelenti a szerencsét, egy szerencsés fordulat. Ez nem a szerelemre utal, hanem a munkára, vagy az otthonra. Hiszen itt megjelenik ez a horgony, és az szimbolizálja a munkát, a hivatást. Itt ezen az élet területen vannak még nehézségek, de itt lesz egy szerencsés fordulat. Ez a sarló elvág valamit, az lehet, hogy itt lesz egy munkahelyi változás, vagy
kihathat erre a házra, ami utal az otthonra, a környezetre, mint például a szomszédokra, vagy a szülői házra, a rokonokra. Itt valami elmúlik, hiszen a kasza elvágja a házat, a kasza elvágja ezt a horgonyt, ami a munkát illeti, és ez kihat a sors utatokra, hiszen itt megjelenik ez a kereszt, ami azt jelenti, hogy sors utak kereszteződnek, vagy ti eljuttok most az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Itt ez a kártya, a kutya szimbolizálja a hűséget, vagy a barátságokat. A kutya itt van a közeledben, és ez a kártya utal arra, hogy itt mi történik. Itt a levegő eleméről van szó, és a levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt, tehát itt lesz egy beszélgetés, nem csak szóban, hanem írásban is, tehát lesz itt egy hír. Holott ez a kép, ez a kártya utalhat szerződésekre is. A kutya mellett itt van a hamisság, erre utal ez a ravasz róka, és a kövek jelentik a nehézségeket. Itt el kell gondolkozni azon, hogy kiben bízhatsz, és kiben nem, hiszen itt vannak hamisságok az ismerősöket illetően. Ha megbízol ebben a személyben, ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, mert ez a kép utal egy férfire, és a kígyó utal egy nőre. Az is lehet, hogy ez egy házas pár. Amennyiben bízol bennük, akkor vedd kezedbe ezt a kulcsot, itt van előtted, és nyisd ki ezt a kaput, a nap jelenti akkor ezt a bizalmat, a nyitottságot, a valóságot. Viszont, ha olyan érzésed van, hogy nem bízol meg bennük, akkor is vedd kezedbe ezt a kulcsot, és zárd le ezt a kaput. Ne engedd be őket, hiszen itt érezhető a hamisság. Az is lehet, hogy figyelgetnek titeket, tehát legyetek kicsit óvatosak, ami a baráti kört, az ismerősöket illeti. Ez a kutya jelenti a hűséget, de mivel itt látható a hamisság, az is lehet, hogy ennek a férfinek még van egy társnője, és megcsalja őt valakivel, hiszen ott van mellette ez a férfi, és ez a hamisság. De nem baj, ebből nem lesz gond, hiszen ő téged szeret, téged akar megkapni, lehet az is, hogy örül neki, hogy ez az ex barátnő vagy feleség, ez a társnő megismerkedett valakivel, és így könnyebben tudja lezárni ezt a kapcsolatot. És ha így van, akkor itt lesz változás, és egy közös otthon, ami utalhat egy költözködésre, itt van hozzá a kulcs, kinyílik, itt ez az ajtó, ez lehet számotokra egy közös otthon. Én most összefoglalnám, hogy mi történik februárban. Ez a torony jelenti a korlátozásokat, de jelenthet hivatalos bírósági dolgokat is, mivel itt van alatta ez a koporsó, ez lehet egy örökösödési ügy, de azért legyetek óvatosak, itt van a hamisság. Azt is jelentheti ez a koporsó, hogy ezek a korlátozások elmúlnak, a koporsó ezt lezárja, itt lesznek újdonságok, egy kellemes meglepetés, az életerő, itt külföldi kapcsolatok, utazások, itt lesz mozgás, előre mennek az események.
Ez a hajó jelenti a külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Februárban vannak itt még nehézségek, hiszen ez a koporsó és ez a ravasz róka azt jelenti, hogy nem ez a megfelelő időpont ezt az utazást tervezni, inkább tavasszal, például májusban lenne, ez aktuális, mert ez a kártya május hónapra utal, összefügg az utazással, és itt van a biztonság, amit ez a kulcs jelent. Itt előre mennek az események, talán így mellék utakon, itt kinyílik egy ajtó, a szerencse, a lehetőségek, itt van a siker, itt tisztázódik valami. Ez a két kártya utalhat egy párra, de azért legyetek óvatosak, mert itt van a közelben a ravasz róka. Az is lehet, hogy valaki megpróbál benneteket anyagilag kihasználni, mert itt lehet anyagi veszteség, de ha okosak, óvatosak vagytok, akkor nem történik semmi. Itt látható a szerencse a szerelmi élet területén, és ami a spirituális dolgokat, a tudást, a tehetséget, a bölcsességet illeti. Itt vannak még azért nehézségek a munkát illetően, de itt lesz egy szerencsés fordulat, lesznek munkahelyi változások, vagy változik valami az otthont, a családot illetően. És ez volt a felvétel, én kívánok neked egy szép napot, és egy szép február hónapot. Nagyon sok szeretettel, Dendera!